Igényelhetik a szerbiai mezőgazdasági termelők a dízel üzemanyag után kifizetett jövedéki adó visszatérítését. Literenként 50 dinárt igényelhetnek vissza a gazdák, azzal, hogy a bejelentett 100 hektár termőföld után maximum 100 liter üzemanyagra kérhető a térítés. A szakember szerint a drága üzemanyag miatt jól jön a termelőknek ez a támogatás. Ha a sima mezőgazdaságot nézzük meg a termelést, akkor szerintem az én számításom szerint a 100 liter éppen, hogy kifuti az egész befektetés, amire kell. Mert ugye azt számolja, hogy egy 20 liter megy a szántásra, a bemunkálásra egy 10 liter, vetésre szinte egy 10 liter, ugye aratásra ugye megint egy 20 liter, szóval szerintem simán be fogunk férni, ugye ha beleszámoljuk a permetőzéseket, a műtrágyaszórásokat, szóval simán hektáronként be tudunk férni ebbe a 100 literbe. Úgyhogy szerintem még ebbe a 50 dináros visszajuttatása, szerintem ez most nagyon jó helyzet, ugye az képest, hogy ugye a piacon milyen drága a nafta ára. Ez a támogatás megközelíti az uniós átlagot, véli a szakember. Avval számolva csak, hogy a vissza 50 dinár ugye visszajön hogyják literenként, és ugye 100 liter az 5000 dinár hektáronkénti támogatás, a plusz ráadi a hogyják 18000 dinár, ami most szerintem ez a 200 euró az a körzet, ez szerintem most megközelíti az uniós országokat ebben a pillanatban. Ha azt nézzük, hogy a hírekben, hogy a Németországban mi történik, hogy ugye most visszaveszik a támogatást az üzemanyagra, visszaveszik a támogatást a földekre, szóval most majd szerintem ebben az évben derül ki, hogy mennyire vagyunk ugye piacon jelen most ebben a pillanatban, mivel mi árunk is. Csapadékos és hideg az idei tél, nagyobb hótakaró viszont nem alakult ki, ami védené a növényeket. Eddig azonban még kielégíti a vetések állapota. Amit illeti ugye az őszi vetéseket, ugye most voltam pár napja kint a területen, szóval a repce állapota egyelőre jó, szóval nem voltak olyan nagy fagyok, hogy a kárba tudja vinni. Elég jó, hogyha kondiba mentek bele a téli időszakba, de ugye mint tavaly is, most ez a tél nem is olyan megfelelő. Megvárjuk a februári hónapot, hogy meglássuk, hogy mi fog történni. Én attól félek, hogyha véletlenül nem lesz hó, hogy még lesznek valami fagykárak, de tavaly se jelentek meg, úgyhogy remélkedek abba, meg szerintem a termelők is, hogy ilyen fajta probléma nem fog jelenni. De ugye a buzákban, árpákban jelenik szinte az a probléma, hogy a sárgulás. Sajnos megint voltak ilyen meleg időszakok. A buzán már lehet ugye találni gombásodást, az árpán még nem annyira, de ugye a nitrogén hiány is most már lassan megjelenik, mert ugye a buzák, árpák még mindig ugye folyamatban van, vegetáció nem is úgy át meg. Úgyhogy szerintem itten lassan ugye a termelők már látom, hogy kezdték szórni az úreákat, de szerintem még ebben várni kell, mert ugye nem tudjuk, hogy mennyi csapadék vár ránk még ugye téli időszakban. Ha most visszük rá túl hamar, az a félelem, hogy ugye kimosódik, vagy annyira mélyre bemosódik az úrea, hogy aztán még ugye nem fogjuk látni az eredményét neki, hanem ugye kidobtunk egy rakást pénzt, aminek nincs létjogosultsága. A termények áráról szólva a szakember elmondta, hogy azok nagy része stagnál. Amit illeti a buza repce árakat, az szerintem most ebben a pillanatban a buzáról olyan 20 dinár körüli plusz az áfa, de a repcének most éppensége nincs az ár. Az utolsó ár az a 40 dináros körül volt, most azóta nincs is ár. Kukorica is stagnál, most a idei szezonban, hogy mi lesz az ára, szerintem nem fog ugye felmenni az ára, bár is a piac nem azt mondja, hogy fel fog menni mindig két éve ezelőtt, de szerintem jó, most ebben a támogatással valahogy a termelők ki tudnak húzni valamit belőle. Nem tudunk sajnos meggazdagodni tőle, de szerintem valamit csak is ki tudnak húzni. De amit illeti a zöldségféléknek az árak, azok is ugye most leestek valamennyire 20-30%-a. A spenót meg a kapor tartották meg az árát idáig a piacon, a spenót, a pastérna sajnos ugye lecsönkent az árok nekik. Ugye mert rengeteg áru van a piacon, ami drága, és ugye ebben a krízisökkel, háborúkkal, ami történik mostan, ugye valahogy megállt a piac, nem annyira fordul meg az áru, hogy idáig történt. Úgyhogy szerintem majd csak ez jövőre fog
fog ugye kialakulni a helyzet, hogy valahogy stabilizálódik a helyzet, ebbe a piaca, és akkor tudunk várni valami áremelkedéseket. A szakember azt javasolja, hogy figyelni kell a piacot, és akár új kultúrák termesztésébe is bátran bele lehet vágni, ha kereslet van az adott terményre. Facilit lehet zöld trágyán használni, lehet zöld trágyánként használni, meg ugye az uniós országok, ami ugye kapják a támogatást, kötelezőek mostan, hogy használják a zöld trágyákat, úgyhogy szerintem ez most fog majd robbanni, ez a fajta magtermesztés, hogy meg ugye zöld trágyázást, úgyhogy mink már csináljuk ezt már 2-3 éve, és ugye lehet látni már a pozitívumot a földbe, de ugye a facilit, mint növény, az persze, hogy hozza a pollinátorokat, és avval szemben ugye minél több a méhecska földön, annál jobb a porzás is, szóval pláne a repcéni, ami ugye a legfontosabb. E növény termesztésével kapcsolatban a szomszédos országokban jók a tapasztalatok. Magyarország meg a Románia, ezt ugye ezt most kötelezőek az idei évtől, hogy ugye bevezessék, még ha nem vetnek zöldtrágyát, ugye most ez éppen most egy példa Romániából, ugye az unió meghatározta meg az országon belül, ugye, hogy nem szabad bántani, meg művelni a földet egész tavaszig. Szóval ha nem vetsz valami fajta zöldtrágyát, amit illeti nyáron is, meg ősze is, akkor nem szabad piszkálni a földet. Szóval minimális ugye föld, hogy csak fordítás, még ugye nem kell, hogy ugye megvigyázzuk a nedvességet, hogy a föld struktúráját, és meg a humusz tartalmat, mert ugye rengeteg szántásra, hogy csökkentsük a humusz réteget a földbe, így, hogy az zöldtrágyát ugye bevezettük, így sokkal jobb, ugye humusz tartalék is ugye növekedik, meg jó, persze az organikus trágya a földbe, az rengeteget jelent a növényeknek. A facélia ugyanakkor nagy mértékben javítja a talaj szerkezetét is, ugyanis gyökérzetével finoman behálózza a talajt.